Emily asszony! Aguirre vagyok! Aguirre, jöjjön, jöjjön! Köszönöm, bocsánat. Semmi Emily baj. Asszony szólt, hogy semmi baj, jöjjön. Jól van, szólok az anyámnak, jöjjön bejjebb. Reggelizett már? Ha? Reggelizett? Igen. Jöjjön, egyen valamit. Nem. Ne szerénykedjen, kérem, jöjjön, csak szólok az anyámnak. Hol van az anyám? Szólok neki, ne izguljon. Akkor itt várjam meg őt? Igen. Nekem van? Jól van. Asszonyom, Páz asszony, asszonyom, hihetetlen, hogy még mindig alszik. Jaj, Rubi, egész hajnalig ébren maradtam. Nem baj, asszonyom, egyébként nagyon ügyes voltam tegnap este a pubban, mindenki állva tapsolt, olyan boldog vagyok, boldog. Komolyan? Igen. Ez nagyon jó hír, akkor gratulálok. Köszönöm, nagyon boldog vagyok. Jaj, elfelejtettem, látogatója érkezett. Látogató? Igen. Ki az? Tessék. Köszönöm. Jaj, bocsánat. Carlos. Szia, hogy van a kis betegünk? Jól van. Úgy örülök. Bámulatos, nem? Nehezen fogom fel, hogy itt vagyok a szobádban, és olyan sok év után csak barátok vagyunk. Igen, ez is az élet ajándéka. Pont, mint ami Viktóriával történt. Miért? Mi történt vele? Még nem mondta. Nem. Újra találkozott a lánya édesapjával. Az én húgom összefutott Konrádóval? Igen, ő mondta, amikor eljött hozzám. Ez elképesztő. Ez nagyszerű hír, úgy örülök. Ő volt élete egyetlen szerelme, Carlos, az egyetlen. Azóta senkibe se tudott beleszeretni. Jaj, édes Istenem! Remélem, újra megpróbálják. Igen, remélem. Jó reggelt, Juan. Ne, maradjon. Nem, én állok. Mi az ott? Mi? Jó, csak joghurt. Köszönöm, bocsánat. Kérem. Nincs szalvéta? Nincs. És mondja, hogy van? Jól. Rosario mesélte, hogy mi történt tegnap. Igen, jósult el a dolog. Igazából azt sem tudtam, mit csináljak. Nem ösztönös volt? Nem, hát persze. Szóval azért furcsa helyzet igen, volt. Igen, biztosan nagyon kellemetlen volt magának. Igen, mert úgy éreztem, hogy bocsánat, szóval... Igen? Menned kell a termálfürdőbe. Jaj, kicsim, tényleg. És mit fogod csinálni? Ott lesz melletted, amik masszíroznak, ugye nem? Köszönöm, kicsim, igaza van. A hotelban van termálfürdő? Igen, itt. Igen, az itt minden van. Igen. Uh-huh. Igen. Igazán sajnálom, hogy ide rángattam magát. Semmi baj, akkor van egy szabad napom ezek szerint? Persze, menjen, csináljon, amit csak akar. Ha szükségem lesz önre, az est folyamán majd hívom. Akkor megyek is, köszönöm. Kérdezni akartam valamit, mielőtt még elmegy. Tud ajánlani nekem egy jó fodrászt? Fodrászt? Igen, egy valakit, fodrászt? Akit maga is ismer. Nem ismerek senkit. Én magam vágom a hajam általában. Tényleg? Igen. Oh. Úgyhogy nem ismerek senkit. Jól van, akkor megkérdezek valaki más. Jól van. Azért köszönöm. Jó. Megyek. Viszlát. Szia, kicsim. Szia. Figyeljen, Emily asszony. A lánya tudja, hogy én igazából nem vagyok... Maga nem? Nem, maga? Fodrász keresett rajtam. Vagy tudod? Mit akarsz még tudni? Nem. Tessék, mindent elmondtam. Nagyon pletykás. Nem vagyok pletykás, csak érdekel Konrádó hirtelen feltűnése. Olyan érdekes. Pletykás vagy. Sziasztok, kihagytam valamit? Gyere csak ide szépen, ülj le, mesélj el mindent Konrádóról, és rólad mi volt? Te mondtad el neki, mi? Hihetetlen. Istenem, semmi. Összefutottunk az utcán, és semmi sem tört. Mondd csak, olyan dögös, mint fiatal korában volt? Még dögösebb. De sokkal dögösebb. És tud valamit a lányodról? Nem, mert külföldön élt egészen eddig, ezért. Milyen jó lenne, ha a lányodat is megtalálnád. A végén még ti lesztek a tökéletes család, amiről mindig is álmodtál. Már nem titok. Mi? Tudják már? Ha? Gratulálok, Foszkó. Jó érzés, igaz? Ha?
nagyon megható volt újra találkozni Konrádóval. Igen. 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 Nem tudom, mi történik majd. Az idő eldönti, nem? Igen. Ezúttal az idő pedig melletted áll. Igen, így van. Remélem, van valami, amit nem értek. Aguirre nekem gratulált. Pedig Viktóriának kellett volna gratulálnia. Ugyan, ja, persze, azért, mert neki, igen, igen. Igen, ezért volt. Hát ezért. Vagyis szóval... neked köszönhető, hogy összefutottam Konrádóval. Nekem? Mert ha nem dolgoztam volna veled, akkor nem sétáltam volna pont azon az utcán, pont abban az időben. Minden Foszkónak köszönhető. Igen, Foszkónak. Foszkó. Így van. Örülök, hogy legalább ennyivel hozzájárulhattam, de nem hiszem, hogy ezért gratulálni kellene. De igen, gratulálok. És meghívjuk vacsorázni ebbe a házba most azonnal. Nem, ez még túl korai lenne. Igen? Nem, most még ne. Azt hiszem, bemegyek a szobámba, mert nem érzem túl jól magam. Nem? Jaj, vigyázz magadra, Viktória. Jól van, akkor megyek én is. Szia, Páz. Örülök, hogy ilyen boldog. Köszönöm, Carlos. Foszkó, köszönöm. Viszlát. Igen, igen. Foszkó, Carlos, Foszkó. Szegény Viktória. Miért szegény? Azt szeretném, hogy ne szenvedjen annyira. Képzeld, szabadnapot kaptam. Tényleg? Igen. Szerencsés. A főnököm elengedett. Igen. A főnöknőd? Igen. Tudni is akartam, mi is a neve annak a nőnek, akit védesz? Emilia. Emilia? Mm-hmm. Milyen Emilia?